Sziasztok, mongufták! Először is, én pedig Dave. És szeretném mondani nektek, hogy reméljük jól sikerült a mai felvételi, na ugye, hogy nem kellett izgulni miatta. Így van. Írjátok meg kommentben, kinek hogy sikerült, hogy érzitek, ha esetleg már tudjátok, hogy mennyi pontotok lett, és nem titok, erről nyíltan beszéltünk tegnap a chatbe a Fortnite Live alatt, írjátok le, és higgyétek el, hogy minden sikerülni fog, nem kell aggódni, ha valakinek nem úgy sikerült, se dől össze a világ. Én nekem nem sikerült jól a matekom, abban biztos vagyok, 20 vagy 21 pontom se lett, vagy én nem tudom, az irreálisan kevés lett. A magyarom viszont az majdnem 50 pontos, mert hát nagyon pró voltam, ez már tegnap így eszembe jutott utána, hogy engem az mentett meg, hogy a matek irreálisan szar volt, a magyar meg majdnem hibátlan, és így ezért lett meg a pontszámom egyébként. Úgyhogy, ja, egyikkel ki tudjátok húzni a másikat, de igazából vannak olyan sulik, ahol pofára megy, vagy pedig arra, hogy tanultál, és ez másodlagos, tehát ez csak egy ilyen átlagos tévhit és közvéleményszerű dolog, hogy csak ez számít. Ebből is láttam, hogy volt már valami poszt alatt vita, nem nálunk, hanem így alapvetően a Facebookon. Nem csak az számít, higgyétek el, majd meglátjátok, mikor tovább mentek, de most mi is lépjünk tovább, ugyanis Jana mondta, hogy ha ma meg lesz a plusz 100 SC-je, emlékeztek, ha nem láttátok, akkor nézzétek meg az előző SSO frissítéses videót, aminek az a címe, hogy 6 SC hiányzott. Na most meg lett Janának a 6 SC-je, mutassuk meg. Nem csak 100! Tehát, gyerekek, így mondom Dave-nek, hogy hát így azért, hogy lehet, hogy mégse veszem meg a lovat, mert egy istálós lányra is kell, meg minden. Erre bejelentett, hogy vett nekem 10 000 SC-t. Szerintetek? Mert dupla SC hétvége van. Dupla SC hétvége van, és már ezerszer elmondtuk, hogy igazából azért éri meg ilyenkor, mert 2-3 hónapig elég, tehát nyugtassátok meg a szülőket, hogy azért éri meg a legnagyobbat megvenni, persze, hogy olyan kezébe kerül, aki egy nap alatt elkölti, akkor nem elég 2-3 hónapig, de hogy elméletileg bőven elégnek kell lenni 10 000-nek, most nekünk is az a cél, hogy húsvétig nem is tervezünk venni SC-t. Igen. És igazából mindig szoktam mondani, hogy most elkölthetném kajára, vagy alkoholra, vagy cigarettára, hát akkor már inkább játékba fektessük bele. Úgyhogy ezért is éri meg. És mindig a legnagyobb csomag éri meg, soknak tűnik meg drágának, na most ha a szülő csak a kisebbet tudja megvenni, vagy te magadnak a zseppénzedből, amit jobban preferálok, akkor... Mit csinálsz? Preferálok! Preferálok! Akkor nyilván a kisebbet vedd meg, de mindig a legnagyobb csomag éri meg ebben a játékban legalábbis. Minden játékban kb. Meg amúgy mindig igen. Az életben kb. A legnagyobb csomag írja a legjobban. Úgy, valaki el tudná mondani, hogy mivel kapaszkodok? A levegő. Figyelj, te így lovagolsz! A Jedi erővel irányítom konkrétan a lóra. Amúgy nagyon szép ez a ló. Nagyon szép ez a landa. Andada. És Andada san! Andada si! És akkor megveszük a Tinkert. Már tudod melyik szín, mert múltkor még az volt, hogy nem tudtad. Igen. Pod. Használtad a billentyűt. Most csak egérrel, most csak egérrel játszik. Olyan, mint a macska, csak az egérrel játszik, az fölnyalja a tejet, a vegán tejet. Ez fájt. Még reggel van. Ezért nem tartok kora reggel live-okat. Getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. És meg is érkeztünk Vérdélben. A Kozsóti incses lovaddal? Igen. Azért nem tudom, láttátok-e, hogy átmentem konkrétan a négykerék meghajtásos andalúzzal, híd nélkül a hidal. Lehidaltam. Nem mondom, hogy hídba megyek. Na, melyik lesz? A kis kapucino. Az. Kis kapucino. Mi ez a fjord? Kis teljes. Aj, a fjordot nem bántjuk. De. Best. Fjord the best. Na. Irish Cob. Igen. Gypsy Banner. Így is mondják. Ami kreatív legyen, ami nem ártja. Igen. Kokó. Mindenre rád a fokó. Nincsen kín. Nincs. Második van. Abba lehet, hogy van. Nincsen. Választ. Oké. Okay. Mi lesz? Logo? Nem. Nem. Ja, akkor legyen.
Lucky Luke. Lucky Spin. Lucky Magic. Lucky Cookie. Írjátok meg, hogy tetszene a név, hogy lennek a Lucky Cookie. Lucky Charms. Az is jó. Valami ez. Lucky Charms. A Müsli! Tudtam, hogy van valami, hogy Lucky Charmnak hívnak. Ugye most elnevezek egy Müslinek a lovunkat. Aztán meg ne egyétek kis kanállal. Mert nem mindegy, hogy először a lovat öntöd a tálba, vagy a tejet. Tényleg írjátok meg, hogy ti a lovat öntitek először a tálba, vagy a tejet. És nézzük meg az új pacit. Nézzük meg a új pacit. Végre megjavították Lady-nek a kontárját. Nyihahahaha. És meg is mutatom nektek, hogy hány lovon van kiedzve. Hány lovon nincsen még kiedzve. Tada! 1, 2, 3, 4 és egy 12-es. Plusz amit ma vették. Nem, azzal együtt. Jó, már itt van az is. És a kiedzett lovaim meg itt vannak a legelőn. Hát van. Igen. 54 kiedzett lovak. Nem kell taps, köszönöm szépen. Akkor is büszke vagyok. Én már megnéztem, nekem meg 8. Nem az, 8 kiedzett lova van. Igen. Mielőtt bárki azt írja, hogy 8 van, amit még nem edzett ki. Nem. Nem. 8 kiedzett lova van. Ó, de szép. Szia, Lucky Charm! Nem tudtak megsimulni, te. Nagy állat. Te állat! S kérdeztem Janát, hogy adunk-e neki szakállat, bár az inkább lányosabb ló. Megnézzük, hogy hogy néz ki. Szépen. Melyik ez kettőből? Nagyon... Akkor én hagy válaszok. Jó, akkor ebből, meg ebből. A melyik? Kettőből? Igen. De már van kopasz lovad. Hát mindegyik kopasz lesz. Miért? Mert, hogyha kiedzem őket, akkor megkopasztom őket. Jaj. Már mindig bebogyikázom a hajukat. Hát legyen ez. Legyen ez? Aha. Jó, nézzük meg másik oldalról is a bogyikáit. Nagyon cukor! Szerintem nagyon aranyos. De szakállal nem lehet ilyen kopasz. De. Nézzük meg szemből. Kopasz szakállas ló. Berényi Miklós. Legyen ez! Berényi Miklós a Bece neve. Berényi Miklós. Miklós. Nem! Berényi Mikló! Jó. Mikló. Gyere Mikló. Jééé. Nagyon jó. Írjátok meg, hogy 1-től 10-ig mennyire tetszik, szerintem sok egyes kapunk. Úgy néz ki, mint törpapa. Hú, de szép vagy, fiam! Hallod, te sem mentél a szomszédba a csúnyaságért. Az meg ott mindjárt neked csapja az izét. Nem a szelet, hanem a, azt az izét. Közelebb megyek, hogy jobban lássam. Tehát ez a... Köszönjük. Megszokás. Nézzük meg. Nagyon szép. Nem, meg viszik a rakomány mögötted. Hozzák utánam a cuccom. Ennyi. Tehát ennyi. A karakterem nagyon jól reprezentálja a helyzetet. Igen, nem fog semmit. Melkasítájon. Meg nem fog semmit. Nem, azért mondom, hogy... Jaj. Nagyon jól reprezentálja. Hát én azért nem sok nagy mellű karaktert láttam ebben a játékban. Hát én sem. Egyet sem. Belegondolva nem is figyeltem eddig. Mert ez mondjuk nem egy anime. Igen, ezzel gondolom, nem is figyeltem eddig, de talán Rianonnak. Jaj, de szép. Van nagyobb melkasa, de nem merem lefogadni. Nem, neki sincs. Akkor nincs. Itt még mindenki gyermek. Így van, én is gyermek vagyok még. Szóval, tök jól néz ki amúgy, nagyon jól néz ki. Fékez? És végre nem szimmetrikus. Ez jó. Igen, mert nagyon sokan ezen vannak kiakadva, hogy szimmetrikusan csinálják a ló szőröket. Tehát az, hogy mondjuk itt van ez a nagy folt, és akkor a másik oldal is ugyanolyan. Uh-huh. Meg a popóján is ugyanolyan minden, de ezen végre nem. Na de kicsit jó. Kreatívkodtak rajta. Nagyon cuki. És azt is írjátok meg a videó végén, ha végignéztétek, hogy melyik szint vettétek meg ti. Milyen beteszek ide nektek egy képet, hogy úgy néz ki, mint ez a lány. Ő jut eszembe erről a lóról. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek a videót, hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni az én csatornámra sem, ami lent lesz a leírásban.
Jana vagyok a csatorna neve, és kövessetek be minket TikTokon, meg lett a 3000 követőnk, amit nagyon szépen köszönünk, és Instagramon is Mongufta Family néven és Jana vagyok néven vagyunk fent, és még annyit akartam mondani, hogy reméljük, hogy ezzel a videóval gazdagabbak lettetek, Jana pedig az SC-vel lett gazdagabb. Hát, meg most szegényebben elküldtünk. Úgyhogy legyen szép napotok, és igen, tudom, hogy mit vártatok, azt vártátok ma, hogy ma kapjátok a tagfelvételes videót, de nem! Holnap! Holnap kapjátok! De hogy mikor, az a jövő titka. Meglátjátok. Mindenféleképp nyomjátok be a csengőcskét, hogy kapjatok értesítést. Már nem otthon, hanem itt a YouTube-on. Okay. Mert otthon most kimegy, anyuka kijön. Mi volt ez kisjárom? Benyomtam a csengőt, de minek itthon vagyok? Dave-nek akarom látni a tagfelvevős videót. Ki az a Dave? Hagyja, anyam, menjek a szobámba, eszek krumplit. Úgyhogy sziasztok, mongusták! Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok! Been